Előre megadott kritériumok alapján kellett csapatzászlót készíteniük a gyerekeknek. Ez volt az egyik feladata az idei pályorientációs kalandőrületen. A versenyre idén 15 csapat nevezett, nekik online megkapott, gyakran humorral teleszőtte a szakképzés népszerűsítő feladatokat kellett teljesíteniük. Sziasztok! A pályorientációs kalandőrület újabb helyszínre érkezett. A Hosszúhetényi Általános Iskola második csapatánál járunk. Televíziónk stábjai egész nap folyamatosan beszámoltak a verseny aktuális állásáról. Munkatársaink felkeresték az összes csapatot, emellett a szervezőkkel beszélgettek a szakképzésben rejlő lehetőségekről, és természetesen a pályorientációs kalandőrületről. Eközben Tamásiban a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Vályi Péter szakképzőiskolában kialakított operátori irodában a verseny bírói megállás nélkül dolgoztak, minden csapattal állandó kapcsolatban álltak az interneten keresztül, valamint a beküldött feladatokat értékelték. Ez a koordinátor iroda, innen küldjük ki a feladatokat, itt várjuk vissza, amint látjátok itt a háttérben, kivetítőkkel, laptopokkal, projektorral dolgozunk, itt értékeljük a megoldásokat, hogy elfogadjuk-e, itt írjuk a menetleveleket a csapatoknak, hogy ki mikor kapott meg egy-egy kalandot, és mikor küldte vissza. Ezek már pénteki felvételek, a díjátadón készültek. Idén a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 10 karakter nevű csapata nyerte a pályaorientációs kalandőrületet. A gyerekeknek közel 11 óra folyamatos munka után sikerült megoldaniuk a győzelemhez szükséges 13 kalandot. Először nagyon izgultunk, hogy fog történni. Rengeteg feladat volt, gyors megoldásnak, logikusnak és kreatívnak kellett lenni. A csapatok között idén 3 Baranya megyei is volt. Nevezések érkeztek Vásárosdomborról és Hosszúhetényből is, sőt a tavalyi első helyzet Vásárosdombó idén a dobogó 2. fokára állhatott fel. Hihetetlen volt a hangulata az osztályban, illetve az osztályteremben, ahol zajlott a verseny. Nem is látjuk szinte őket így dolgozni, ilyen lázasan és ilyen szellemben dolgozni az iskolai időszak alatt, hetek alatt. A motivációra nem igazán volt szükség. Ugye benne vannak a pályaválasztásban is, és a pályaválasztás cím benne van ebben a versenyben, tehát a címében benne van ez a dolog. Igazából ez motiválta őket, hogy mi az, amit tudnak profitálni ezzel a versennyel kapcsolatban. Úgyhogy ezért tettek részt ebben a versenyben ők. De nem csak Vásárosdombó, Hosszúhetény is hasonlóan eredményesen szerepelt az idei versenyen. A településről 2 csapat nevezett, végül a HHT Gang a 3. helyen végzett. És nagyon élveztem, ami kedvenc részem, én is csak feladatot tudnék mondani. Nekem nagyon tetszett, amikor a husztat át kellett írni, és meg kellett egyezni ugye a magánhangzók számának. Nagyon élveztem a feladatot megírni, és ott együtt dolgozott a csapat, aztán lemenni, kérni kölcsön egy autót, akkor ott előtte ezt leforgatni. Számomra ez nagyon jó volt. A gyerekeknek a nap során online megkapott a szakmákkal foglalkozó feladatokat kellett megoldaniuk, az eredményeket pedig szintén interneten kellett visszaküldeniük. Erős volt, mint mindig az idei mezőny is. Ugye a tavalyi iskolák is játszottak idén, tehát azok mindenképp újra neveztek, akik tavaly játszottak. Ez nekünk egy jó visszajelzés, pozitív visszajelzés, ezek szerint jól éreztük magunkat. Illetve újabb iskolák is bekapcsolódtak a játékba, és még mindig bízunk benne, hogy jövőre még inkább bővíthetjük a játszócsapatok körét. A verseny főtámogatója idén is a Tolnáért közhasznú non-profit Kft. Volt. Varga Stadler Gábor, a vállalat ügyvezetője azt mondja, a pályaorientációs kalandőrület tavalyi sikere után nem is volt kérdés, hogy a diákversenyt idén is megrendezik. Ez a csapat nagyon jól együttműködik, nagyon jól élvezzük, amit csinálunk, terveztük is, hogy így fogjuk ezt csinálni. És hát elmondhatom, hogy igazán tényleg jó sikerült, 15 csapat jelentkezett, 14 csapat zárta a versenyt, és a hangulat az meg kiváló volt, mindenki ezt erősítette meg ezen az ünnepségen a mai napon. A Tolna megye önkormányzata minden téren több eszközzel próbálja segíteni a megye gazdaság fejlődését. Ugye a nagyon nagy globális cél a gazdasági fejlődés segítése, az életszínvonal növelése, foglalkoztatási szint emelése. Tehát ezek köré épül föl ez a foglalkoztatási paktum projekt, ami 5 éven keresztül zajlott, és most jövő júniusban zárul. Tulajdonképpen ezeknek a mérőszámai már teljesültek. Többféle feladat köré csoportosult ez a paktum projekt.
Ugye az egyik legnagyobb az a munkanélküliek, hátrányos helyzetűek ismételten foglalkoztatási rendszerbe vonása, munkához juttatása, de emellett ugye alakult menet közben is ennek a paktumnak a belső feladat összetétele. Rájöttünk a partnerekkel, amire egyébként nem volt nehéz, és mások is rájöttek, hogy igazából bázist úgy tudunk teremteni a prosperáló megyei és országos szinten hasonló helyzet, a régiót pedig is, hogy ismerjük, Baranyát és Somogyot, hiszen együtt dolgozunk, hogyha segítjük a térségben működő vállalkozásokat, kis, közepes és mikrovállalkozásokat, azzal, hogy az utánpótlást, a nyolcadikos a pályaválasztását próbáljuk segíteni, figyelemfelkeltést arra, hogy válasszák a szakiskolákat, és válasszák ezt az életpályát, amit most az új szakképzési törvény biztosít számukra, ami egy óriási lehetőség a korábbiakhoz képest. Tehát aki élni akar vele, az biztos olyan életpályát fog megtudni, ami számára egy örömteli munkát, lehet így mondani, és biztos megélhetést, jó anyagi körülményeket biztosít. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja szerint a pályaorientációs kalandőrület feladatai segítenek a fiataloknak abban, hogy megtanuljanak projektekben gondolkodni. Erre pedig nagy szükségük lesz, mert manapság a szakmákat művelők is így dolgoznak. Ha nem tanítjuk meg gondolkodni, közösen együtt dolgozni, használni a tudást és használható tudást a gyerekek számára adni, akkor vagyunk bajba, és ez a vetélkedő tulajdonképpen ebben segít nekünk, hogy már látják a nyolcadikosok, hogy mi vár rájuk. Az, hogy a szakképzés újra egyre népszerűbb, már a beiskolázási számokon is látszik. A 2021-22-es, tehát a mostani tanévet, ugye hozzávetőlegesen majdnem 15%-kal többen tudtuk kezdeni, mint az előző tanévet a 9. évfolyamon. Ez nagyon-nagyon örvendetes, számunkra ez egy óriási nagy előrelépés jelent. Hát ennek nagyon sok összetevője van. Én hiszek benne, hogy egy ilyen egész napos pályaorientációs rendezvény is segít ebben. Mint ahogy ma is hallottuk, 7. osztályosok is már részt vettek rajta, nem csak 8-asok. És akiket egyszer ez megérint, az bízom benne, hogy már jövőre majd bennünket választ. A Tolna megyei önkormányzat elnöke a díjátadó után azt mondta, a hasonló programok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek megtanuljanak kitartóan dolgozni egy-egy biztos megélhetést garantáló szakma elsajátításáért. Hát ez olyasmi, mint az iskolában az oktatás. Hogyha csak a munka van, akkor az száraznak tűnik, de amikor ilyen érdekes feladatokon keresztül ismerkedik meg az ember bizonyos tudással, akkor az sokkal könnyedebben emészthető, nagyobb örömet okoz, és valószínűleg jobb lesz a hozadéka is. Nem idén kezdtük el ezt a munkát, nagyon régóta próbálgatjuk azt, hogy hogyan lehet a fiatalokat bevonni a társadalom aktív dolgozó részébe, és úgy látom, hogy itt Tolna megyében, de itt voltak baranyaiak is, úgyhogy a Dél-Dunántúlon itt ez jól működik ez a dolog. Minél több ilyen dologra szükség van, akkor reményeink lehetnek arra, hogy itthon maradnak a gyermekeink, itthon dolgoznak, vidéket tudják továbbra is erősíteni. A legjobb diákcsapat idén nagyértékű tableteket nyert, de nem csak az első három közösség munkáját ismerték el a szervezők, sokan ugyanis külön díjakat is kaptak. Televíziónk a kurdi kalózokat lepte meg könyvekkel.